Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. ...1980 óta foglalkozik rendezvényszervezéssel, újságírással, illetve könyv- és lapkiadással. Magyarországon 1980 és 93 között ő volt az egyetlen, rendszeresen és önállóan fellépő női DJ-jockey. Szerepelt a Magyar Rádióban, könnyűzenei műsorokban, külsős riportere volt a legendás 5. sebesség című műsornak. A showbizniszben és a médiában párhuzamosan tevékenykedik. 4 népszerű könyv szerzője, valamint az egészséges életmóddal és környezetvédelemmel kapcsolatos marketing tevékenységet is folytat. Egyedi marketing ötletekkel tűzdelt bálok, rendezvények fűződnek a nevéhez, mint például az első pipás és szivaros bál, vagy az első popó szépségverseny kitalálása és megrendezése, valamint ő az első élő svédasztal kitalálója, megvalósítója. A Lillás reggeli mai vendége Slimák Hajnalka, az első magyar női DJ-jockey, azaz DJ First Lady. Vannak igazán férfias szakmák, ami egyébként ebben a formában nem igaz, de mégiscsak. Amikor arról beszélünk, hogy valaki DJ-jockey, akkor kimondottan férfira gondolunk. Na most ugye nálad pont cáfolásra kerül ez a fölállított tézis, mert te voltál az első, most már nem az egyetlen, de mindenképpen az első magyar DJ-jockey. Nem egy szokványos dolog, mi nagyjából egyidősek vagyunk, tehát én emlékszem arra az időszakra, arra az aranykorszakra, amikor mi fölnőttünk, és egyáltalán zenével elkezdtünk foglalkozni. De mégsem az embereknek az jutott az eszébe, vagy nekem nem az jutott az eszembe, hogy lemezlovasként tevékenykedjek, hanem az ott álljak a színpadon és énekeljek. Mert hát hol jött a fordulat? Hát úgy, hogy én nem tudok énekelni. Jó. Viszont imádom a zenét, imádom az embereket, a közönséget, tehát már diákkoromban is folyamatosan színpad közelben voltam, tehát többnyire irodalom területén, de abban meg ugye nem volt zene. Tehát és akkor így összetudtam a kettőt rakni, hogy zene is van, szórakoztatás is van, színpad is van. Ugye akkor még konferáltak a DJ-jockeyek, tehát én azért most is próbálok, hogyha a mostani fellépéseinkben is próbálom az eredeti verziót visszahozni, hogy konferálunk, ha lehetőleg eredetiben mennek a régi dalok, tehát nem már dolgozásban, nem nyomjuk meg tudsz-tudsz ritmusokkal, meg ilyenek, úgyhogy próbálom visszahozni azt a régi-régi aranykorszakot, és akkor így akár még Woodstockig is visszamegyünk legalábbis zenékbe, tehát a zenei forradalomig. Na most én emlékszem, hogy azért beszerezni annak idején a jó zenéket és a jó lemezeket, az a nem legkönnyebb feladatok közé tartozott. Honnan merítettél te abban az időben lemezanyagot? Hát mivel, hogy ugye, lány voltam, ezért nekem minden fiú DJ nagyon-nagyon szívesen segített. Úgyhogy jártunk Fehér Mikihez, jártunk a Cintulához, jártunk az Éliáshoz, ugye külföldről hozták be a lemezeket többnyire. Akkor volt ugye a Cintulánk, vagy a Magnós klubja. Természetesen nem ingyen, de megkaptuk mindig a megfelelő zenei anyagot, illetve hát legalábbis a Billboard listát be tudtuk szerezni. Nem volt könnyű egyébként. Na most, hogyha ezt a részt nézzük, hogy te mindent megkaptál, akkor mégis egy picit vissza kell menni az időbe. Hányat írtunk akkor, amikor te először a diszkópult mögé álltál? 80-81. 80-81. Hát akkor még azért nem volt egyszerű beszerezni a lemezeket. Tehát hát nem lavában benne voltunk. Nagyon sokat kellett járni utána. A kőkemény szocializmusba 3 évenként lehetett külföldre menni, és méregdrágák voltak a lemezek. Ez egy külön befektetés volt. Ez egy külön befektetés volt. Tudtad, hogy ők hogy szerzik be a lemezeket? Azt hiszem, hogy volt talán 2 lemez volt Magyarországon, egy talán a Múzeum körúton. Volt az a Dani Attilának is ugye az Irány utcában, mert oda azért elég gyakran jártunk be, akkor volt a Nagy körúton is. Sőt, aztán Arató Andrisnak is volt már a későbbi időkben. Hogyan kezdted el összeállítani a zenei anyagaidat? Tehát megkaptad a zenéket, mire rögzítetted? Hát volt, hogy játszottam Bakelitről, de mivel, hogy ez elég nehéz volt mindig a legfrissebbeket beszerezni,
több példányba, tehát, mert ugye akinek megvolt, annak meg volt bakkerítani, és akkor át lehetett játszani ugye kazettás magnókra. Akkor már kazettás magnó volt? Persze, akkor már kazettás magnó volt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És a kazettás magnókon pedig hát ugye rendesen listát csináltunk, hogy melyik dal mi. És utána csak bemész és látod, hogy milyen a közönség, és ahhoz képest beszerelő zenei anyagot, hogy azért az látszik, hogy milyen zenei igény van, igényre van szükség, tehát mi a zenei igény a közönségnek. Hogyan fogadtak téged? Teljesen normálisan, tehát nem volt se sztárolás, se semmi. Ki volt írva, hogy női diszkós van, ki volt írva, még akkor Lady Diszjokén volt, csak simán a plakátokon. És azért nagyon sokat ugye Balatonon dolgoztam, meg több javarészt ugye télen, Telente a fővárosba, ahol sok külföldi volt, és a külföldieknek ez már nem volt egy olyan nagy truváj. De ahhoz, hogy akkor el tudjál helyezkedni, azért meg kellett szerezni azokat a bizonyos jogosítványokat, hiszen diszjoké csak az lehetett, akinek meg volt az OSK által kiadott működési engedélye. OSK, origin. Hogyan készült fél a működési engedélyvizsgára? Egyáltalán mi volt a követelmény? Hát elég nehéz volt akkoriban, ez most sem ártana bevezetni, legalábbis olyanoknak, hogy színpadon vannak és kommunikálnak is a közönséggel, mert ugye akkor konferáltunk végig. Többféle tesztből állt, tehát volt intelligencia teszt, volt zenei teszt, volt angol nyelvű teszt, tehát ezért nem kaptam meg az A kategóriát, mert én mindig németes voltam, és ugye volt egy zsűri, és a zsűri előtt meg fel kellett lépni. Úgyhogy három lemezt én vittem, három lemezt ott húztunk úgymond találomra, kaptunk három lemezt, és ezt fel kellett konferálni, és le kellett adni egy műsort belőle. Úgyhogy elég érdekes volt igazából. Hanyatszorra sikerült? Ja, és még technikai teszt is volt, bocsánat, és érintésvédelem. Tehát most aztán egy DJ-nek, hogyha ő magának kell beszerelni egy helyet, azért ki is mehetnek és meg is büntethetik, hiszen most már olyan érintésvédelmi előírások vannak, és azért ott halálesetek is előfordulhatnak, hogyha nem megfelelő a színpad, nem megfelelő magasságban vannak ugye az elektromos dugaljak, stb. Tehát még érintésvédelmi vizsga is volt. Ott, amikor az OSK-ba vagy az Oriba Ori vizsgát is szereztél, vagy OSK vizsgát? Nem, mert az Oriba is beiratkoztam, de ott már nyáron lett volna olyankor a vizsga, amikor már le voltam szerződve Balatonra, és én már abba a kategória vizsgába estem bele, tehát ez nem lime volt, ez a lemezbemutató ideiglenes működési engedély, hanem ez már előadó művészi engedély volt, tehát ez egyenrangú volt, mint előadó művész az Ori úgymond konferenciai vizsgával. Na, visszatérünk még erre a vizsgáztatási rendszerre, mert ez hallatlanul izgalmas. Hát tehát... Laci bácsi a szponzorunk az Aranykorszak Retro Fesztiválban. Igen, akkor, és Szirmai László volt már igen, akkor is az OSK-nak is az igazgatója, és most egy fantasztikus ember volt is, a Lilás reggelinek a vendége. És sokat beszélgettünk mi az előadó művészi engedélyek megszerzésnek visszahozására, illetve most is van csak a vendéglátóhelyek, illetve a helyek nem nagyon kérik ezeket az engedélyeket, és fűfavirág alkalmaz, fűfavirágot, ami nem biztos, hogy annyira jó, de mindegy, egyszer majd csak helyreáll a rend, és megint csak a szakmával rendelkező profi művészek, illetve diszkósok is fognak tudni dolgozni, mert azért ez egy lényeges dolog, azt gondolom. Visszatérünk a vizsgára. Tehát kihúztátok, és akkor mit kellett róla mondani? Tehát egyáltalán hogy tudtál abból fölkészülni, hiszen nem tudhattad, olyan hogy milyen előadó. Olyan szerencsés voltam, hogy a negyedikes gimis tananyag, mert én akkor végeztem a gimit, az éppen az elektronikáról szólt, tehát a hangszórók, hangfalak, meg ezek érdekeltek is engem mindig, hát már én 8 éves koromban szétszedtem a szokorrádiót, és utána összeraktam úgy, hogy működött, tehát azért nem szétszedni, mindenki szétszedi. Tehát érdekelt is az elektronika, tehát ilyen kérdések voltak, hogy milyen mikrofon karakterisztikák vannak, tudod, körvese, gömb, az hogy szólt, hát elég érdekes. De tudni kellett a hangszóró szerkezetét, hogy mágnes, tekercs, membrán, stb. És én nem is, tudom, hogy ezt a mai diszkósok kell, egyáltalán fogalmuk van-e róla, érted? Hogy... Hát igen, mert a kézbe ülnek bele. Hát mert most már olyan digitális technika van, hogy az...
Jó, hát egyébként ez a digitális technika, ez egy külön szám, szóval nagyon megkönnyíti mindenkinek az életét. Én is emlékszem, hogy úgy mentünk egy-egy fellépés, hogy a forrasztópák, az teljesen természetes, hogy ott volt velünk, mert sose lehetett tudni, mire van éppen szükség. De a lemezekből hogy lehetett fölkészülni, mert a saját magad által vitt lemezanyagot, vagy hanganyagot, gondolom, hogy azt tudtad betéve, tudtad, hogy ki az előadó, milyen érdekességeket lehet róla tudni. De hogyha ott kellett húzni azokból a bizonyos lemezekből, amiket ők tettek oda. Hát szerintem akkor már megjelent a Tardos Péterféle rock lexikon, meg voltak itt azért anyagok, amikből a DJ-k tudtak készülni. Ezen de ott kívül... rögtönöznötek kellett, vagy kaptatok? Ott rögtönöznötek. Tehát ott három lemezt én vittem, amiből akár amiből otthon felkészülök. Így van. Hármat meg húzni kellett. Na de hát most szűzőkatrót húztam meg ilyeneket. Hát tehát ezeket betéve tudtátok. Magyar volt a mája, meg mit tudom én. Tehát itt azért nem csak a dal címét kellett elmondani, meg az előadóját, hanem kicsit kis pluszt is hozzátenni információkat. Mi az, amit te fontosnak tartottál, vagy tartasz a mai nap is, hogy elmondjál egy előadóról, vagy egy dalról, vagy a születéséről? Tehát hogyan készülsz föl, és az azért érdekes a nézőknek, hiszen a mai napig diszkózol. Sőt, hát ugye csinálod ezt az Arany Retro Diszkó klubot, aminek célja és jelentése van, úgyhogy erről is fogunk majd beszélgetni. De mi az, amit te fontosnak tartasz, amikor konferálsz a közönségnél? Az, hogy a közönséget szólítsad meg, vagy az, hogy arról a következő dalról minél több információt juttassál el az emberekhez. Régen nagyon fontos volt, hogy a DJ ilyen lexikális tudással rendelkezzen, tehát minden előadról tud még azt is, hogy a kedvence az ötbab főzelék, vagy a nem tudom, hogy mi. Ma már azért nem kell, mert a YouTube-on, meg az interneten, a Google, a barátunk, ugye mindent megtudhatnak róla a fiatalok, meg az idősek is. Tehát most már kevésbé megyek erre rá, inkább arra megyek, hogy humorosat, ha nem tudok semmit mondani, mert éppen nem jut eszembe olyan, ami odavaló, meg passzol, meg úgy jön ki a ritmus, akkor nem szakítjuk meg beszélni, de tehát akkor csak átkeverés van, sőt, most már ugye ez lenne a és nagyon sok helyen ez a követelmény, hogy lehetőleg ne sokat dumáljon a diszkós, de hát annyit, hogy gyerünk, állj föl, tapsol, énekelj, a refréneket, tehát vagy a hangulatnak valami... a megteremtés, igen, a ceremónia igen, mester igen, szerepét váltja. Hát régen is így volt, csak régen többet beszéltünk ugye az előadókról, mert hogy nem tudtak máshonnan információkat, mi is külföldi magazinokból, ugye németes voltak, és jártak a külföldi magazinok, meg lehetett rendelni, és akkor abból, amit nem tudtam, kiszótároztam. Tehát a legfrissebb anyagokat, meg hát azért kollégáknak is elmentünk, és te erről mit tudsz, és te arról mit tudsz. Tehát akkor még volt olyan összefogott a DJ társadalom, tehát mindig elmentünk egymás bulijaiba, és mindig lecsekkoltuk, hogy mit lehet tanulni egymástól. Kitől mit lestél el? Hát például Cintulától az, hogy amikor kimész a színpadra, akkor csíz, és akkor bármi történhet, akkor haláleset lehetett a családban minden, tehát akkor csak a közönség van. Akkor Csernomogyirítól ott inkább a funky zene, a zene, ott is a zene, a zenei szerkesztést. Mindenkinek a stílusából volt valami, ami tetszett, és amit elkezdtem használni. Tehát ezért ezt a diszkózást ezt könyvből nem lehet megtanulni, ehhez kell egyrészt ugye egy empátia érzék, a közönség fele, kell egy adottság, kell ugye valamennyi lexikális tudás, és ugye a műszaki tudás, mert most már ezeken az új kütyükön olyan, mintha egy űrhajóba ülnél, és akkor az új keverőpultok már mindent tudnak. De hát még ezeknek a kezelése, ez most meg egy olyan plusz feladat, hogy a mostani DJ-k azok más se csinálnak, órákig csak otthon gyakorolnak. Hogy most mi van, hogyha ezen a keverőn ezt csinál, mi van, ilyen a faktor, effektet adok, mi van, ha olyat. Tehát egy kicsit átalakult már ez a zenei szerkesztés, úgymond. Visszamegyünk egy picit a tinédzser korodra, mert azt gondolom, hogy meghatározó. Te egy elég fiús lány vagy. Fiúk között nőttél fel? Hát minden unokatásom fiú volt, és én ugye többnyire az unokatásokkal játszottam. Igazából nem, csak hát ugye miután sportoltam is, tehát elég sokat sportoltam, az is egy kicsit fiúsá teszi az embert, mert akkor ott teljesítmény van, meg követelés van, meg pontosság van, tehát nem lehet elkésni, meg a versenyeken is ugye meg kell felelni. Most azért megnézed a többi arányt, hát akik régebben sportoltak csajokat, azért ők is inkább fiúsak, és nem Marilyn Monroe-sak, szóval. Tehát akkor sosem akartál Marilyn Monroe-s lenni? Nem, arra se akartam lenni, meg fiús se akartam lenni. Hát vagyok, aki vagyok, hát amilyen az ember, ne próbáljon más bőrébe bújni szerintem. Mikor határoztad el, hogy ez lesz a te utad, mert azért közben civil szakmát is szereztél?
Hát én folyamatosan, ugye már gim is voltam, amikor már ugye a koncertekben, meg a bulikban jártam, és mondom, az érettségi évében szereztem meg a DJ vizsgát is, és én folyamatosan két dolgot csináltam, mert akkor már diáktudósító voltam a megyei lapnál, és folyamatosan nyertem meg az irodalom, próza, stb. A vers és prózaíró pályázatokat, országos szinten meg mindent, tehát akkor nem volt már más lehetőség, csak a kettőt együtt csinálni. És ez azért össze is fért, mert azért igyekeztem kulturális rovatokhoz dolgozni, ha már a művészek, zenészek között zorgoskodom, meg DJ vagyok, akkor ugye ezen a területen, tehát pop-rock témákban publikálni, úgyhogy hogy ez a kettő, ez valahogy olyan jól összefonódik, hogy kiegészíti egymást, és ezt a két utat jártam folyamatosan, mert ma is írok. Az írás stílusa minden újságírónak, és gondolom neked is megvolt az a kialakult stílusod, amely által téged fémireztek, és minden mellé jöttek neked a tudósítások is, a rádiós tudósítások, a rádiós bejelentkezések, és te nagyon sokszor és sok helyen hangoztatod is, hogy tulajdonképpen te egy vidéki lány vagy, és a vidéki, a megyei lapok, a helyi újságok, a helyi kulturális élet nagyon fontos volt számodra. Hogyan alakítottad ki ezt a kört és a saját stílusodat? A saját stílusom az mindig olyan volt, hogy egy picit cinikus, egy kicsit heccelődő, hogy egy kicsit az írásaidban az is? Írásban legyen az olvasónak egy kis aha élménye. Uh-huh. Például elájult a ötödik sebességnél, amikor a Sex Shopba bementem riportot készíteni, és pont olyan szerencsém volt, hogy bejött két apáca. Na, akkor azt gondolhatod. Tehát ott is az volt, hogy a rádiós tudósításban is az volt ugye a cél, hogy ha valaki éppen ebédel, akkor megálljon a kezébe a kanál. Na most aha, a Sex Shopból az már eleve nem egy kulturális esemény, hanem egy kicsit kuriózum, és az, hogy pont két apácát szólítok meg, akik aztán szépen elmesélték a maguk kis dolgait, már pontosan nem emlékszem az anyagra, de mindig valami olyat kerestem, ami kicsit más, mint a többi. De ezeket simán engedték leadni, vagy pedig cenzúráztak? Ez nagyon tetszett nekik. Uh-huh. Engem még Albert György vitt a vágószobába is, hogy pont a DJ fülem miatt, hogy hoztak sokszor olyan anyagokat, hogy vágjam össze nekik, mert csináltam egy hangos szórakozó helyen egy riportot, akkor úgy tudtam összevágni, hogy úgy vettem ki a köhögést belőle, vagy azt a mondatot, ami nem odaillik, hogy még ritmusban is volt vágva alatta a zene. Tehát a hallgató nem vette észre, hogy meg van vágva egy anyag. A vágást magát azt a rádióban tanultad meg? Igen. Hogy kerültél a rádióba? A rádióban úgy kerültem, hogy levizsgáztam, meg volt a DJ vizsgám, és akkor a három jó DJ-t, a Dalos Viktor volt az egyik, a másik, meg a Kovács Miki, a harmadik, meg én, akik a zsűri szerint, mert ugye ott kik voltak a zsűri, tehát Cintula, Bétod, tehát a régi öregek, behívtak a rádióba, úgymond próbafelvételre, mert a Poptorisznyát egy kicsit színesíteni akarta a Bétót velünk. Uh-huh. De hát azért az is benne volt, hogy mi akkor vittük az új lemezeket, ami esetleg neki nem volt meg. És akkor ezzel is színesítette egy kicsit a műsorát. És akkor ott összeismerkedtem aztán az ötödik sebességesekkel, Friderikáékkal, és akkor ők mondtak, hogy itt van egy jó nehéz riportál, Magnus, sétálj egy kicsit, csinálják két anyagot, ha van kedved. Hogyan készültél fel a riportokra? Sehogy, hát sokszor úgy volt, hogy hú, gyorsan le kell adni az anyagot, és most milyen téma és mi legyen, és megyek a Nagymező utcába, rajtam az a riportál, meg nézek, valami nem történik, hogy az utcán, vagy valami érdekes. Abban a pillanatban mellettem jött a szilénázba, a tűzoltó kigyulladt egy ház a harmadikon, ahol mentem is fel. Fél óra múlva anyag volt belőle. Uh-huh. Tehát én nem igen gondolkodtam, ezek spontán. Persze volt, amikor megterveztem meg interjúk kollégákkal ezzel, azzal, az természetesen le volt előre szervezve, meg dumálva. De én nagyon szerettem csavarogni a riporter magnóval a vállamon, és akkor nem ezekre a pakolós sajtófogadásokra bemenni és enni az ingyen szendvicset, ahol mindenki ugyanarról beszél, tehát minden riporter vagy kollega, hanem hogy történjen valami, voltak az első tüntetések, és akkor már ott is oda mentem ki a kis magnómmal. Volt-e anyag, amit nem engedtek leadni, amit csináltál? Nem emlékszem rá. Nem, hát akkor mindig ennyire nem jegyeztem én ezeket meg. Hát akkor nem követted az anyagaidnak az útját?
Hát mindenki mondta, hogy hallották a rádióban kész, és akkor biztos lement. Meg hát pénzt is kaptunk érte, tehát volt egy elszámolás, hogy tudom, hogy lementek az anyagaim, megkaptam a gázsit. Az egy nem, az nem utolsó szempont. Na hát azért nem, most, amikor nem mentünk belőle mulatni, nem volt olyan sok. Az ötletet fölvetetted, hogy ezt a retro arany korszakos műsort megcsináljuk a hatós csatornán. Megmondom egészen őszintén, egy picit kétkedve fogadtam, mert olyan nevekkel jöttél, hogy kiket fogsz hozni a műsorba, hogy mondtam, na hát akkor nézzük csak meg, hogy mi lesz ebből, és aztán tényleg jönnek, és látszik, hogy nagyon-nagyon kedvelnek téged az előadó művészek, a zenészek, és nagyon tisztelnek téged. Hogyan született ezekkel a remek zenészekkel a kapcsolatod, a barátságod? Hát úgy, hogy 97-ben abba hagytam a diszkózást, és nem lehet az ember, hogy csak állandóan ír, ő unatkozik, miért nem dolgozunk 24 órát egyszer, 24 óra a nap, és akkor úgy átmentem a rendezvényszervezésbe, és akkor folyamatosan szerveztük a fesztiválokat, kisebb-nagyobb falusi rendezvényeket, az összes, mint újságíró, akkor például a Megyei Hírlapnál dolgoztam, akkor ugye megvolt az összes megyei kontakt, mert akkor még egy rendezvényszervező, hogy csak úgy bekopogok egy műfázba, hogy tessék tőlem műsort venni, meg koncertet. Tehát ez nem lehetett, mert a Batula cég, vagy sokan azt csinálták, hogy bejut az autóba, körbejárt és leszervezett egy-két bulit. És nekem ugye már mindenkinek meg volt az önkormányzatoknak a telefonszáma, a művelődési intézményeké, ott a kultúros, vagy akkor népművelő, vagy minek hívták régen még. És ezeket csak felhívogattam, és elmondtam, hogy én megyek diszkózni, ha kell, és akkor még viszek zenekarokat. És aztán a végén már nem diszkóztam, mert jött a tuc-tuc stílus, tehát ez a nem nekünk való zene, és akkor maradtam a koncert szervezésnél, illetve hát a gyerekműsoroktól kezdve mindent, és utána csináltam meg a Show Expo-t ugye három alkalommal. Megállunk egy picit, mert ez egy hihetetlen nagy felelősség. Amikor elmész diszkozni, akkor az a saját felelőssége. Saját magadat viszed, saját lemezeidet, saját tudásodat, úgymond a vására. Amikor mint fesztivál szervező, egy zenekarért, egy hangosításért, az előadó művészért kell felelned, az egy teljesen másik felelősség. Sokan belebuktak, sokan megbuktak vele, sokan befülöttek vele, és sokan nagyon jól jártak vele. Éreztette ennek azt a hihetetlen felelősségét annak idején? Most gondolj bele, ha nem érkeznek meg. Inkább az, hogy a művészet nyelve, az egy külön nyelv. És mivel csak DJ vagyok, meg csak kreatív, tehát író, meg ilyesmi, én tudok kommunikálni a zenészekkel. Mert más a lelkiviláguk, más a gondolkodásuk, minden más. És hogy fölhívja őt egy teljesen igen rendezvényszervező, persze én is idegen voltam, amikor először fölhívta, hogy jó napot kívánok, Horváth Csárli úr eljönne nekünk fellépni. Hát azt mondja, hogy a menedzserem meg, hagyjál békén meg. De hát mivel én jártam az éjszakát a Fészek Művész Klubtól kezdve, tehát már mindenkit ismertem, engem ismertek. Ugye azt kihagytam, hogy szintén a 80-as években nagy divat volt, meg ott is laktam a környéken, az Oriba járni, ebédelni. És a ebéd után jó kis kedvezményes menük voltak, és az ebéd után a büfébe futott össze a zenész, mert az összes zenész meg oda járt be ugye felvenni a gázsit. Tehát ott meg még diszkós koromból ismertek a zenészek. Itt a kis diszkóssal így meg úgy, és akkor beszélgettünk, kávé, minyon, mit tudom én, ami éppen ez. Úgyhogy ismertem is a zenészeket, meg ebben a közegben úgymond szocializálódtam, tehát hogy folyamatosan jártam. Tehát akkor tudtad, hogy kinél mire lehet számítani? Igen, meg az, hogy az egyik művésznél tudom, hogy ez pontosan 25 percet szokott késni, akkor azért úgy beszélem meg a másikot, tudom, hogy jaj, ez mondjuk pontos, az egyiknek tudom, hogy ennek az a happy-e, hogy mit tudom én, bal oldalon legyen, nem tudom én, a keverőpult, és nem jobb oldalon, nem mondjuk középen szokott lenni, ez most egy hülye példa volt, de mindenkinek van valami kis olyan happy-e, amit teljesíteni kell egy rendezvényszervezőnek, vagy hát egy koncertmenedzsernek. Ugye azért régen nagyon profi emberek voltak ebben a szakmában, a Halmi, Gabiék, stb. Akkor egy jó rendezőnek is kell lenni. Akkor most hiába van, aki rendezvényszervező, és nem tud műsort vezetni, meg konferálni, és akkor leszervezek egy koncertet, és akkor valaki nem jön el. Akkor mi van? Akkor beugrok, és nyomunk egy kis műsort, egy kicsit dumálunk, egy kis riportokat, ezt. Tehát itt a show business az egy olyan különös rózsaszín világ a külső szemlélőnek, hogy az egy speciális, úgymond szakma, de hát ezt gondolom, hogy te is ismered, ugyanígy, mint én, meg esetleg a többi művész is elmondja, hogy ezért ez nem ugyanaz, mint hogy bemenni egy irodába, és akkor ott körmöt reszelni, vagy
néhány dolgot elintézni, tehát nem egy... A fesztiválok, azok milyen lélegzetvételű fesztiválok voltak? Mert ugye a fesztiválok manapság már azt jelentik, hogy 3-4-5 napon keresztül egy bizonyos közönség rétegnek full extrás kiszolgálást kell biztosítani ahhoz, hogy jól érezze magát. Ez a Tólik határban hogyan nőtte ki magát? Hát ez teljesen változó, mert volt olyan, hogy csináltam én 20 embernek is partit, meg 15 ezernek is. Tehát attól függ, hogy ugye, mint rendezvényiroda engem hívtak olyan rendezvényekre, ahol nem voltam a rendezvényszervezőtest a színpadtól, az ökörsütésig, a cateringig, a műsorig, a helyszínt is én biztosítottam, azt is én tárgyaltam le. Mindent én csináltam. Ez... Volt olyan, hogy valami miatt megbuktál? Vagy pedig, vagy nehézség támadt? Hát a nem a saját hibánál, az már saját rendezvényen volt. Ott azért támadt nehézség, most nem tudom, hogy ez TV téma, vagy van olyan, hogy kivágtunk belőle. Tehát a Show Expo-nál az első, ugye az a műsorból, ez a kiállítás és vásár volt a szakmának, és akkor Peres Misével, aki külföldre dolgozik, mint művész közvetítő, egy csomó külföldi impresszáriót meghívtunk, hazai rendezvényszervezőket, stb. És a kiállítás, ugye mint expo, az abból állt, hogy a színpadon minden produkció bemutatkozik. Képzeld, hogy 2200 produkcióval volt kapcsolatom. Az milyen sok embert egy produkcióval, még 20 fős, vagy mit táncsoport, vagy valami. És ugye ezt elkezdtük szervezni meg minden, és ott ígértek be egy megfelelő összeget, a szponzorációt, és az a végén elmaradt. Tehát az eléggé kényelmetlenül érintett, de a következő Show Expo-t már úgy csináltam meg, hogy akkor is a gazdaságossági számítását, mert azért itt ez úgy kezdődik, hogy csinálunk egy gazdaságossági tervet, stb., hogy akkor is nullán legyen, hogyha nincs szponzor. De az elején mi nagyon beledőltünk ebbe, hogy... De ez egy hihetetlen bátor vállalkozás. Tehát azt mondtad, hogy x órán keresztül a világ különböző részéről rendezvényszervezőket, irodákat, felvásárlókat, potenciális felvásárlókat, tehát művelődési intézményeknek a vezetőit meghívott, és jöttek a produkciók. A produkciók erre ingyen jöttek-e el? Hogyan sikerült ez az egészet? 100 euró volt nekik a díj, amit ő nekik kellett befizetni, ez pedig muszáj volt kitalálni, mert ugye szerződést kötöttünk velük, stb. Mert hogyha nincs kedve eljönni, csak összetépje a szerződést, azt eldobja. Ha meg már befizetett akármilyen kis összeget is, ugye az akkor 21-2000 forint volt, tehát az nem hinni, hogy egy öttagú zenekart sírba vinni anyagilag, de muszáj volt valami kis pénzt elkérni, mert akkor már, ha kifizette, akkor nem teszi meg, hogy nem jön el. Most képzeld, hogy vagy 300 fellépővel, 3 nap, 3 éjjel, 4 színpadon mentek a műsorok, és akkor 15-20 úgy gondolja, hogy nem jön el. Mert minek? Úgyis ingyen van meg. Na szóval, de amikor már ott letette a maga kis belépői díját, kifizette a színházjegyét, akkor már nem megy el az előadás végéig. Tehát ezért találtuk ki ezt a regisztrációs díjat, és ezen kívül ugye a kiállítók kaptak azért standokat is, tehát ott fénytechnika, hangtechnika, kosztümök, táncos ruhák, tehát minden, ami a show businessnek a kiegészítő szolgáltatásai, ugye ők jöttek kiállítóknak. Mennyi impresszáriót lehetett megmozgatni, és egyáltalán a hazai impresszáriók, vagy pedig inkább a külföldiek, haraptak erre? Már kezdett nem divat lenni. Hát pont 2002-3-4-5-től elkezdődött az, hogy az internet, hogy ma megtalálják egyenesbe is a művészeket. És, tehát a kiajánlásoknak a módszere változott. Igen, és hogy nem kell impresszálás, tehát nem kell kiközvetíteni egy művészt. Külföldön ez még ma is működik, mert a külföldön meg úgy van vele a megrendelő, hogy én kiviszek kér egy fesztiválra, egy menedzsmenttől, egy irodától egy produkciót, vagy pedig egy komplett műsort, több produkcióban álló műsort, akkor ott a felelősséget a szervező vállalja. Igen. És ő, mint külföldi, nem fogja a magyar artistákért, bohócokért, zenekarikért, táncosokért vállalni a felelősséget, ő neki csak egy irodával kell szerződést kötnie, és utána mindent mi zongorázunk le. Tehát ez, hogy Magyarországon ez miért nem vált be, itt már mindenki rendezvényszervező, bemész egy művelődési házba most a mai éveket mondjuk, 2019-ben akkor ott már mindenkinek rendezvényszervező végzettsége van meg, rendezvénymarketing végzettsége meg ilyenek, és a végén ott van egy rendezvény, ahol nincs színpad, nincs egyben a műsor, órákig szünet van a színpadon, hazamennek az emberek, tehát valami rettenetes, tehát abszolút nem értenek hozzá, és ők a rendezvényszervezők, szóval ez olyan
ez kicsit nekem szerintem... Hát más, más az elmélet, meg más a gyakorlat. Tehát pontosan erről van szanyos, amit mentett, meg lehet tanulni a főiskolán, vagy az egyetemen, még mesterkurzust is lehet végezni, csak hogyha nincsen meg a megfelelő kapcsolat, és itt az emberi kapcsolatokra, a kapcsolati tőkéről beszélek, az egyéb tőkéről is, de főként a kapcsolati tőkéről, akkor az egész hambába dől, hiszen nem biztos, hogy a gyakorlatban azt fogja tudni alkalmazni, amit nem csak ezzel van a baj, hanem azzal is van a baj, hogy a minden területen, most 2019-et írunk, szakosodtak, különböző úgymond biorobotok vannak, hogy az egyik az csak, most itt tud a másik csak vasalni, tehát most ez egy főzelékhez, vagy hasonlítsa mondjuk egy bableveshez, az egyik az csak a rántást tudja megcsinálni, egyik rendezvényszervező, mert ő nem tudom én mi, a másik a babot tudja megfőzni, a harmadik meg a csülköt tudja megpucolni, vagy, és akkor a negyedik még elszaladt tájfölér, négy ember csinál egy rendezvényt, vagy öt, vagy hat, vagy tíz, és mi annak idején egyedül csináltuk így. Egyedül az egészet át kell látni, van-e annyi áram, hol van a víz, hol van a hinterland, hol tud öltözni a művész, tehát mindent így egybe összefogni, ezt csak mi az öregek tudjuk. A mostaniak, akik megtanultak valamit, az van, hogy csak videotechnikához ért az egyik, a másik csak a hangtechnikához, de nem figyel oda, hogy mennyire van az áram a színpadtól, oda tudja-e vinni. Tehát hol lesz, hogyha van kiállítás, vagy stand, vagy büfés, vagy stb. Annak lesz-e vize? Ó, majd oda teszük a sörösátra, tehát honnan van hozzá víz, meg mosogat. Meg áram, tehát, igen. Tehát, hogy összefüggésében lássa a dolgokat egy rendezvényszervező, az nagyon-nagyon ritka. Én úgy vizsgáztatnám a rendezvényszervezőket, hogy csinálj meg egy rendezvényt, és akkor, hogyha ott minden tökéletes, és klapfol, és mindent te csináltál, nem megbíztál valakit, hogy te különböző részekre osszuk. Azt a szép hát egészet. Illetve ki kell tudni választani azokat a munkatársakat, akik azért a részért majd tökéletesen felelni tudnak. Hát az felelősök csak az nálam már, is voltak. Csak az már nem rendezvényszervező, hanem... Hanem ő igen, már csak egy bizonyos egy részfeladatnak kis szekvenséget felel. Úgyhogy ezt az aranykor láttál így bebukni rendezvényt? Hát az a helyzet, hogy ezek a rendezvények nem buknak be, és ez akkora szégyen. Tehát most én nem mondom ki a településeket, ahol látom, hogy mennek az ilyen rendezvények, ahol nincs profi rendezvényszervező, tehát nem bízzák rá mondjuk egy hozzáértő rendezvényirodára. Figyelj, ingyenes falunapok meg ilyenek. Most ki reklamálna? Oda mennek az emberek, belépőt nem vesznek. Ha van valami, történik valami, akkor történik, ha nem, akkor elmennek két kicsit utcába, arrébb a kocsmába inni, de nem a helyszínen isznak, mert ott drága, mert ugye ezek csak úgy tudják megcsinálni, hogy ott helypénz van, a helypénzért meg aztán ötször annyiba kerül a sör. Tehát nehéz ügy, nehéz, nagyon-nagyon sok helyen van egy bizonyos keret, azt elköltik a rendezvényre, meg még valamennyi ugye jut is marad, és abszolút nem figyelnek oda, hogy a közönségnek ez tetszett, nem tetszett. Most reménykedem, hogy az idén ugye önkormányzati választások, hogyha lesznek, akkor egy kicsit talán a polgármester hát, ha jobban figyel, hogy ez az ő települése, az ő mondjuk rendezvénye, és hát, ha netán több választót tud vele szerezni, hiszen a rendezvények azok nagyon jó marketing eszközök, de ezt a polgármesterek sem, nem biztos, hogy fölfogják, hogy egy rendezvény az egy nagyszerű marketing eszköz az ő kezében. Nem használják. A reklámmarketinget hol tanultad? Hát először könyvtárakból, amikor egyéb más dolgokból is volt rá szükség, most meg már mindenki van az interneten. Tehát, hogyha már újfajta marketing terveket kell összerakni dolgok, az nem az, amit még én annó használtam, újfajta üzleti terveket, gazdaságossági számításokat, ilyesmi. Úgyhogy manapság már nem is kéne az embereknek iskolába járni, aki mire kíváncsi, azt az internetről beszerzi azt a tudást. De régen én könyvtáraztam, és a könyvtárban a marketinget azt elég alaposan, úgymond magamévá tettem. Az is rengeteget változott egyébként, és pontosan ezzel az online világgal teljesen fölgyorsult az élet. Ezt az arany korszak, retro, diszkó világot megpróbálod visszaidézni. Mennyire szereti a közönség? Hát lehet, hogy egy kicsit vissz, tehát még most én is úgymond nézelődök a piacon, tehát még nem alakult teljesen. Túl idős közönségnek kezdtük el csinálni, mert eljönnek a rendezvényre a 50 fölötti korosztály, és ott esetleg megvacsoráznak, vagy visznak valami társaság, táncolnak kettőt, hármat, és éjfél egy óra fele elmennek. Akkor van a másik retrós közönség, akik meg a 35 pluszosok, azok pedig mondjuk éjfél után érnek oda egy diszkóba,
és akkor úgy retróznak. Tehát, hogy még ezt még nem sikerült nekem teljesen összemosnom, de rajta vagyok. Tehát most igyekszünk itt a Globe Royal már olyan hely, ahova még az idősek is eljönnek, meg már a fiatalok is. Most majd hogy választottak ki ezt a helyet? Hát az ember nézeget, hogy hol, milyen hely, mennyire alkalmas, és ez az egyik. Valami diszkó is, de azért retrós, mert ott aztán minden retró, mert még szerintem a bútor sem volt 20 éve kicserélve. A videodiszkót fényképezték most a hétvégén, a fiatalok így filmezték, hogy ilyen ősrégi tévék mennek fönt a polcokon, és az össze volt kötve a kivetítőmmel, meg az én laptop keverőpulta. Úgyhogy ilyen ősrégi, tehát ott azt, el voltak álljóval a fiatalok, hogy na ennél retróbb nem kell. És ugye az sem mindegy, tehát én nem csináltam egy üvegpalotában bulikat egy ilyen nagyon modern helyeken, meg hát ugye kezdtünk sörözőbe sem vált be úgy rendesen, tehát diszkókat kell keresni. Tehát akkor a helyszín megválasztása az rendkívül fontos ahhoz, hogy az egész autentikus környezetben legyen. Persze, persze, meg hát várjuk, hogy hívjanak meg minket, mert most már, most például ugye Marcellina volt, meg a Kardabella, meg én, tehát itt csinálnánk ilyen 3 díva, 4 díva, és akkor így elmegyünk együtt, és akkor úgy, tehát olyan bulikba fellépni, ahol ezt a komplett, amit már én összeraktam, kisebb műsorokat, ezt az egészet el tudjuk adni, de ezekre meg ugye nagy fesztiválokra, meg rendezvényekre kell valahogy majd beférkőznünk. Na most azon gondolkodtam, hogy az emberek fejében, most nem is baj, hogy erről beszélgetünk, mert a diszkó az azt jelenti, hogy van egy DJ-oké, és nincs fellépő. Nálad pedig most ez egy picit összemosódik, hogy vannak úgymond sztár vendégek, akik élőben is énekelnek, vagy pedig... Ők élőben énekelnek, tehát csak énekelnek, tehát nem csak az arcukat adják, tehát akkor félplayback, így van. Tehát akkor félplayback műsor is megy, tehát rendesen a diszkó partin nem csak diszkó van, nem csak a zenéknek a szolgáltatása, hanem fellépő művészek. Mennyire szívesen veszik ezeket a fellépéseket, örömmel jönnek-e el, és örömmel adományoznak-e, mert hogy ugye ezeknek van egy jótékonysági háttere. Hát itt az a lényeg, hogy olyan sztárok, akik még dolgoznak és egészségesek, ők beadnak egy-egy relikviát, valamilyen régi hangszerét, lemez, stb. És ezeket a relikviákat mi összegyűjtjük, internetes árverésen elkezdjük majd értékesíteni, és jövő év október-novemberében pedig egy nagy gála parti még egy műsort csinálunk rá, és az az összeg, ami ebből befolyik, abban már ugye Szirmai Laci bácsi is ígérte, hogy segít majd megfelelő helyre juttatni a zenészeknek, művészeknek, és az előadó művész jogvédő iroda is tett ígéretet, hogy ők a szervezésben nem tudnak belefolyni, mert az távol álljon tőlük, de majd amikor el kell dönteni, hogy tényleg kik a rászoruló művészek, azok kapják meg ezt a pénzt, ami bejön belőle. Titokban még reménykedem, mert kaptam olyan ígéretet, hogy a Kulturális Minisztériumnak van egy értékmentő programja, és hogyha olyan relikviák vannak már a tarsolyomban, amit a minisztérium értékesnek tart, akkor fölvásárol belőlük, és akkor már tulajdonképpen elértük azt, hogy a minisztérium, hogy állami támogatást kapnak azok a zenészek, akik most az állam miatt, vagy nem tudom, hogy kit kell ilyenkor okolni, 30 ezer forintos nyugdíjakból tengődnek, és Liszt-díjasok, Kossuth-díjasok, Emerton-díjasok. Tehát ez elég szégyen. Így. Tehát, hogy erre egy ilyen rendezvénysorozatot kell összehozni, és nem jut másnak eszébe, hogy segítsen rajtuk. Hát amiként ez egész nyugdíjrendszer egy elég furcsa rendszer, ugye, mert pontosan az a nagy generáció, az most már nyugdíjassá vált, és aki nem maradt meg aktív zenészként, nem kapja az előadói vagy a szerzői nyugdíjakat, ami egyébként nagyon szép nyugdíj, tehát hogyha azt ügyesen kezelik, akkor ez egy nagyon tisztességes összeg, de hát nem mindenki volt olyan ügyes, hogy ezeket a dolgait úgy kezelje, hogy aztán ebből a későbbiek folyamán részesüljön is, az nagyon-nagyon rosszul jár. Jelen pillanatban hányra becsülöd azoknak a zenészeknek a számát, akik a te látókörödben vannak valamilyen úton, módon, és azt gondolod, hogy igenis nem csak egyszeri, hanem havi rendszeres segélyre lenne szükségük ahhoz, hogy egy... Ja Istenem, milyen kifejezést akarta, egy méltóság teljes életet tudjon. Legyen. Igen. Ez rengeteg, mert most ugye számolod a vendéglátós zenészeket is, és itt ebbe azért
érdekes dolgot mondtál jogdíjjal kapcsolatban, mert a jogdíjat az csak a szerző kapja, van a szerzői jogdíj, meg a zeneszerző. Sok esetben egy-egy zenekarnál még csak nem is zenekari tag, hanem külső szerzőknek kell dolgoztak. Tehát mondjuk Horváth Attila, mint szövegíró, nem tagja egyik zenekarnak se, és a szövegekért már ő kapja a jogdíjat, és akkor még esetleg olyan zenekar, a zenekar mással íratja meg a dalt, nem, nincs egy jó zeneszerzőjük, akkor az a zenekar, hogy egy 8-tagú zenekar, és most már 60-70 évesek, és senki semmilyen jogdíjat nem kap. Uh-huh. És azok közül nagyon sokan már elesettek, meg stb. Hát most Kegye Janival emlegettük a múltkor a Fekete Gyulát és a Saxi Maxit, hogy ő is most már hosszú ideje agyvérzéssel ugye fekszik, akkor ott van nagyon-nagyon sok zenész, akinek segíteni kellene, és őnek is sincs egy saját dala, hát játszott a Hungária, a Dóliról, a mindenféle zenekarokban, és attól még ő nem kap jogdíjat. Uh-huh. Meg, de hát ez nagyon, most hogy hányra becsülöm, ha a vendéglátó zenészeket is betesszük, ha a musical zenészeket, színészeket is betesszük, mert az mégiscsak a show businessnek uh-huh. egy összefogásáról van szó, szóval, akkor nagyon sok, több tízezer. Hogyan tudod kinyújtani a csápjaidat? Ugye nálunk a hatos csatornán most készítettünk, vagy készítesz erre egy műsort, és reméljük, hogy nagyon sok emberhez el fog jutni. Először is, mert nagyon jó a műsor, kettő remek fellépők vannak benne, érdekes relikviák jönnek össze. Tehát hogyan tudod hírül vinni még ezen a felületen kívül, hogy igen, van, és aztán havonta, vagy hát két havonként nagy show műsorok vannak. Aha. Tehát azért most már van annyi idős a honlapom. Kivel koprodukció? Kivel vagy hát, koprodukcióban? Ugye, hát láttad a múltkor is, hogy azért Bató Laci, ugye most aha. is ott volt a rendezvényem. És, tehát a szakmabeliek, a régiek, aha. a Peres Misi, akkor a Gágabi, aki a szeptemberfestet szervezte, ők időnként besegítenek, de hát mindig csak ők is a aha. részeket. Akkor Komáromi Pisti, ugye ő azokkal a jótékony szervezetekkel tartja a kapcsolatot, és hozza be nekünk a rendezvényekre, akik ugye az ő tarsójában vannak, tehát mindenki beadja egy kicsit a szakmai tudását, és ettől koprodukció. Uh-huh. Meg attól is, hogy tulajdonképpen minden művész, aki ad be relikviát, védnök lesz. Mert van a fővédnök, ugye az OSK, meg a Laci bácsi, meg nem tudom, és vannak a zenész védnökök. Uh-huh. Tehát igazából most már beszéljük a muzsikusokkal, a régiekkel, hogy az is lehet, hogy majd úgy lesz ez a pénz elosztva, hogy összeűrnek úgymond a védnökök, vagy csinálunk egy szavazást, uh-huh. egy ilyen listát, hogy akkor kik rászorultak ezekre a pénzekre, mert egyébként az OSK-ban ott adnak segélyt valamennyit, tehát ott lehet igényelni, de egyszerűen nincs képük a sztárzenészeknek bemenni és pénzt kérni. Uh-huh. És szégyelik, gondolom. Ugye, igen. Itt már mondták nekem, hogy soroljon fel, hogy kik, akik rászorulnak, most az adatvédelem miatt még inkább nem lehet. De azok, akik tényleg komolyan rászorulnak, és idehogy nagy sztárok, azok nem merik ezt úgymond publikálni, mert szényelik. Uh-huh. Hogy még az is lehet, hogy olyan helyre fog menni a pénz, ahol nem szeretné, hogyha ez publicitást kapna, hogy a háttérbe kapja meg a pénzt, tehát hogy a sajtó uh-huh. kihagyásával. Mert idehogy tényleg nagyon sokan vannak, akik rászorulnának ilyen segítségre, de ők ezzel nem mernek előhozakodni. Uh-huh. Mennyire érdekes ez a világ, pedig mindenkivel előfordulhat, hogy segítségre vagy segélyre szorul, és az emberekben megvan egy bizonyos szemérmesség vagy szégyenérzet, ami miatt nem biztos, hogy szégyelni kellene magukat, hiszen ledolgoztak egy életet. És azt, hogy igen, azt is lehet mondani, hogy hát időben nem gondolkodik senki arról, hogy majd a nyugdíjas éveiben, de hát egy tinédzser vagy egy 30 évesnek eszelgával nincs, hogy azon gondolkodjon, hogy majd a nyugdíjas éveim alatt mi lesz. Hát, de egyébként a nézők is tudnak nagyon sokat segíteni, mert hogyha meghívnak minket ezekkel a retro fellépőkkel, és akkor ott kapnak gázsit, most mindegy, hogy ez egy születésnapi parti, vagy egy eskü, vagy egy bármi tejfakasztó, vagy bármi, uh-huh. megyünk, de van egy olcsóbb műsor uh-huh. összeállításunk is, és drágább is, tehát ez ugye azért a megrendelő igényeitől függ, mert azzal is támogatjuk ezeket a zenészeket, meg művészeket, akik, hogyha fellépést biztosítunk nekik, és megfelelő gázsért, mert azért az most vannak ilyen fiatal, az új sztárok, mert ugye én a retrosokkal foglalkozom, hogy sehova nem teszik ki a lábukat 300-400 forint alatt. És akkor a régi retrosztároknak meg mindenhol ilyen 100 000 forintos összegekkel, tehát minimális összegekkel ki akarják szúrni a szemét.
Holott most a retro a divat, és a retro hozza be a közönséget mondjuk egy fesztiválra, vagy egy falunapra. Nem biztos, az, hogy elkezdtél ezekkel a jótékonysági, úgymond jótékonysági, és nem is tudom, hogy jótékonysági, egyszerűen csak szociálisan érzékenyen gondolkodni. Ez neked miből adódott? Panaszkodtak neked, vagy egyszerűen csak észrevetted, hát hogy itt van egy... ez a, tehát a divatba jött a retro, és akkor gondoltam, hogy már unatkozom otthon, és régóta kevertem itt a művészek között, és akkor visszajövök én is, egyrészt diszkózni, másrészt szervezni, de ha már szervezek, meg diszkózok, akkor csináljak mellett, hisz a Show Expo is erre ment ki, hogy munka lehetőséget biztosítsak a művészeknek. Ez pedig most arra megy ki, hogy igenis, hogy a régi retro sztároknak, akik méltatlan körülmények között élnek, azoknak segítsünk is, mert különben mi a pláne abban, hogy visszamegyek diszkózni, hát mindenki diszkózik, már a régiek, most mindenki sorra mennek vissza a retro diszkósok a színpadra, akkor ugyanúgy tartok, mint ahol eddig. Tehát, hogy nincs előrehaladás, tehát nincs olyan motiváció, ami miatt tényleg érdemes csinálni. Tudsz-e manapság írni? Milyen felületekre van lehetőséged? Hát miután egy biopatika beáruházam van, most nagyon sok természetgyógyász témájú cikkeket írok ide-oda, és akkor az majd átlinkel az én honlapomra, ilyen internetes magazinok, fűben, fában magazin. De mitől kezdtél el ezzel a biopatikával foglalkozni? Egyébként hallatlan érdekes cikkek vannak rajta, megnéztem, tehát azon az oldalon, és ami borzasztóan tetszett benne, hogy ugye le vannak írva a betegségek háttere, és a hozzá való egészen érdekes, sokféle gyógymód, vagy hát igen, ez természetgyógyászat volt, úgymond harmadik vonal a rendezvény a sajtó, meg, tehát egy harmadik lábam, mert ugye én a természetgyógyász magazinoknak, mind a kettőnek, meg a többieknek is, tehát ezekben a témakörökben is nagyon sokat publikáltam, egyszerűen csak mi érdekeltek ezek a dolgok. Tehát a gyógynövény tanfolyamtól az összes rejki, meg én mindenhova elmentem, azért, hogy mert érdekelt. És hát, ha jó lesz valamire. És hát mivel, hogy írok, azért ugye még az ember honorárnyomot is kapított, ezért ugye megírom ezeket a cikkeket, és nagyon alaposan utána nézek. Mert manapság az a divat, hogy mindenhol van három sor egy gyógynövényről, vagy valami, és utána semmit nem tudsz meg róla. Nem találsz egy olyan oldalt, ahol tényleg le van írva, hogy a köszmény ezért alakul ki, meg azért, és akkor az nem biztos, hogy a hústól, sőt, most már kiderült, hogy nem feltétlen a hústól, és hogy a köszményre, ha a lucerna meg a nem tudom milyen csírákat fogyaszt, az milyen hatással van, és plusz még elviszi a vesekövet, és a többi. Tehát, hogyha ilyen részletesen már nem írnak, ha mindenki ilyen kis rövidke cikkeket ír, és akkor nem tud meg belőle valójában az érdeklődő semmit, vagy az olvasó. Ezen a weblapon, ami tulajdonképpen több is van, orvosok publikálnak-e? Mennyire vagy kapcsolatban az orvos vagy a természetgyógyász társadalommal? Az orvosoktól lopni szoktam. Vannak ugye olyan orvos természetgyógyászok, akik átálltak a természetgyógyászat területére, sokat ismerünk, és az ő publikációkat azt mindig figyelemmel kísérem. Tehát abból tudok átvenni anyagot, vagy egy kicsit átformálom, teszek hozzá másik információkat, kicsit fölspanolom az anyagaikat, hogyha nagyon száraz, mert az orvosok elég szárazan írnak, úgyhogy tudom használni a természetgyógyászoknak, tehát az orvosoknak is a véleményét. Milyen felelősség egy ilyen webáruháznak az üzemeltetése, ami tulajdonképpen gyógyászati készítményekkel foglalkozik? Ez ugyanolyan, mint bármelyik más webáruház. Tehát most jó, az élelmiszerek kényelmesebb dolgok, mert ugye mi élelmiszereket árulunk, tehát ezek gyógyhatást nem szabad tulajdonítani. Ez gyógynövényes alapanyagú étrendkiegészítőket forgalmazunk. Na de hát a gyógyszerek is abból vannak, tehát majdnem minden gyógyszer növény alapanyagú. Úgyhogy elég nagy felelősség, mert hogyha, tehát volt egyszer egy posta elcserélt egy csomagot, jaj, ez nagyon aranyos sztori volt. Egy idős nénének a fia rendelt valami szív kapszulát, hogy a keringést fokozott. Egy ürge meg rendelt magának egy ilyen kicsit potencia növelő dolgot. A posta a két csomagon át rosszra erre ragasztotta a címkét. A néninek elküldte a potencia növelőt, a bácsinak pedig elküldte az úrnak meg a szívgyógyszert.
És képzeld, hívott a néni fia, hogy a néni beszette a kapszulát, mert én még mondta is neki, hogy ott van, ami majd jön csomagból, én rendeltem neked, mondjuk abból háromszor kettőt vegyél meg. És a néni rosszul lett, meg felment a vérnyomása, meg ilyenek. Na most ezek nagyon veszélyes dolgok, de itt nem mi hibáztunk, tehát az, hogy a posta elcseréli. Na most azóta most még erre is még jobban oda kell, hogy figyeljünk. De hát ez egy kicsit ragyos történet, szerencsére nagy baja nem lett a néninek. Na de tényleg... Viszont a potencia növelő gyógyszer helyett megnyugodott. Ez nem olyan, mint téglát árulni, mert igen. A téglát árulsz, abban sokban jó nem lehet. Azért mondom, hogy tulajdonképpen ebbe is azért nagyon nagy felelősség. Hát meg ebbe is az, hogy már meg valami pozitív dolgot csináljunk, tehát segítsünk az embereknek, hogy, hogy ne kábítószert áruljak akkor már, hogyha mindenképp kereskedni akarok, hanem olyat, amivel segíthetünk az embereknek az életminőségén. Sok mindenről beszéltünk. Mi az, amit úgy igazán az elkövetkezendő évben szeretnél megvalósítani? Hát végig csinálni ugye ezt az aranykorszakot, mert azért ez egy elég nagy fába vágtam a fejszémet, és a többi az meg megy magától, tehát amit mondja régebben bemarketingeztem, vállalkozásaim azok mennek, és még a Leleplező magazinnak is írok, plusz a Leleplező magazin honlapját is én szerkeztem. Most már nem nagyon kell, mert csak fölrakjuk a cikkeket, és scrollozással lemegy a bemutató oldalak. De azért mit lepleztek le vele? Dolgozni. Hát a Leleplező magazin biztos ismert, hát Rámikeni bácsi itt szokott lenni. Akkor Ilkei Csaba a másik főmunkatárs, ugye Tőke Péter a főszerkesztő. Tehát nem hinném, hogy ezek a nevek olyanok, hogy, hogy még sokat kelljen magyarázni. Gazdaság, politika, de van benne humor is, meg élenkem szokott lenni egy tudománytechnika rovatom, ami mindig valami érdekességet írok, hogy most milyen dolgot találtak fel, orvos technikai eszközt, vagy bármit, meg a szintén egy természetgyógyász témájú cikkem szokott lenni, most a legutóbbiból nem az volt, hanem most az aranykorszakról írtam, ott is. Tehát azért ott is publikálok még. Örülök neki, hogy mindezt megosztottad velünk, nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm a következő időszakra. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm. Csodálatos volt újra felidézni a retro időszakot, nagyszerű volt a vendéglátás és természetesen a műsorvezető és a stáb is.